Sorozatban harmadszor ismét Lionel Messi kapta a France Football és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közös díját, az év legjobb játékosának járó aranylabdát. Régiónk szempontjából azonban fontosabb döntések is születtek hétfőn, hiszen 9 kategóriában szavaztak az év legjobb sportolóiról. A hétfői szavazáson a különböző kategóriákban kialakult a legjobb 3 mezőnye. Január 9-én hétfőn a Városháza tűrtermében ismét sikerült összehívnom egy olyan szakmai grénumot, ahol véleményem szerint a város jelenleg meghatározó egyesületei képviseltették magukat, vezetői, illetve edzői, ahol a szokásos kétkörös szavazás megtörtént 9 kategóriában. Ugye ezeknek a díjaknak az átadása és a helyezettek kihirdetése történik majd meg 2012. február 4-én a sportbálon. A legjobb női sportolók közé 2 úszó, Hosszú Katinka és Gregus Brigitta került be, valamint a nemzeti vágtát megnyerő Molnár Gyöngyi. A férfiaknál egy holtversenynek köszönhetően 4 fős a mezőny. A tavalyi győztes triatlonos Faldum Gábor mellett a dzsúdós Köller Milán, az evezős Varga Tamás és az úszó Vereckei Zsolt jutott be. A csapatoknál is kvartettről beszélhetünk, itt a BLS-e és a BNKK mellett a Spartacus országos bajnok 4-ese és a Mogyisok felnőtt bajnok csapata szerepel. Az edzőknél a labdajátékokban történelmi eredményt elért 2 mester, Peresztegi Nagy Ákos és Bognár György értelemszerűen bekerült, a dzsúdó Sikerkovács Radics Attila mellett. Az utánpótlásban lányoknál a válogatottba is meghívást kapó kosárlabdázó Kalocsai Dorina, valamint 2 kemény lány, a boxoló Szatmári Petra és a karatés Szerény Csenge került be, míg a fiúknál az evezős Bodrogi István, a kickboxos Mezőfi András és a dzsúdós Végvári Martin alkotja a legjobb 3-at. Az utánpótlás csapatoknál a nemzetközi vizeken is bizonyító Csányi Vancsura egység mellett a Bajai Bácska Kengurui és a Sál Müller Király összeállítású mindent nyerő triatlonos csapat jutott be. Az utánpótlás edző kategóriájában Bátori Magdinéni, Hammer Erik és Pas Ferenc a top 3, a szenioroknál a karatés Major Tamás, a dzsúdós Tamás László és a parakenus Szabó Sándor a nagy 3-as. De hogy a különböző kategóriáknak ki lesz a győztese, ez a február 4-i sportbálon fog kiderülni.